Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora április 10-én, húsvét hétfőn. Az ünnepnek természetesen központi szerepet szánunk mai adásunkban, de készültünk mással is, nézzük a teljes kínálatot. Húsvét, Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Kedvező kilátások, szépen fejlődnek az őszi kalászosok. Figyelmeztetés a szeszes italokon, élénk vita az ügy kapcsán Brüsszelben. Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus központú kalendárium központi főünnepe. A húsvétot megelőző időszakról, a feltámadás történetéről és az ünnep aktuális üzeneteiről Pap Tibor atyával, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynökével beszélgetek. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Tisztázok, hogy a görög katolikus egyházról beszélünk. Igen, természetesen. A húsvét talán nincs mindenki tisztában ezzel, nem 2+1 napos ünnep, ugye a nagypéntek és most már egy pár éve munkaszüneti nap, és a húsvét vasárnap hétfő, hanem egy egész ünnepkör, ami hónapokig tart tulajdonképpen. Így van. Mettől meddig, és milyen szakaszokból áll ez az ünnepkör? Így van. Rendkívül fontos az egésznek a kezdete. Itt akár a húsvétnak az időpontja is ugye egy nagyon, nagyon érdekes dolog igazából, hiszen ugye nem egy fix időpontról van szó, ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy évről évre változik, de hogy ezt pontosan hogy számítjuk, ez lehet akár még érdekes is sokak számára. A tavaszi napi egyenlőséghez van állítva, és úgy van, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holttöltét követő első vasárnap a feltámadás. Természetesen ennek az eredetét vissza kell vezetni egészen a zsidó naptárra, ahol a Nisszán hú 14. napja. Ez a bizonyos a pászka ünnep, majd erről még beszélhetünk egyébként, és ahhoz van állítva a keresztényeknek az ünnepe is. Ez így marad, hogy egészen a mai napig ez egy ősi hagyományként megmarad az egyháznak a történelmében és az ünnepkörében, és így tolódik mindig másnapra a húsvétnak az időpontja. A húsvétot megelőző időszak viszont rendkívül fontos az életünkben. Ahogy ugye a felkonferálásban is hallottunk, a kereszténység legnagyobb ünnepéről van szó. Nagyon sokszor egy kicsit mintha elhomályosítaná, és nagyon sokaknak a tudatában, mintha a karácsony lenne a nagyobb ünnep. De, hogy mondjam, lehet, hogy túlságosan rövidre zárjuk a problémát, hogyha azt mondjuk, hogy azért, mert ahhoz sokaknak érdeke fűződik, és ugye tudjuk, hogy a forgalmat erősen megdobja a karácsonyi vásárlásoknak a hagyománya, de nem biztos, hogy csak ennyire kellene ezt az egészet zárni. A húsvétnak a nagysága az, amit ebben igazán ünneplünk, hogy Krisztus legyőzte a halált, hogy Krisztusnak és a kereszténységnek, a Krisztus követőknek van üzenete az emberekhez, abban a két legnagyobb fájdalomban, ami egészen biztos az életünkben, a bűn és a halál. És ha erre azt mondjuk, hogy éppen a húsvét, éppen a feltámadás ad választ, hogy nem az övék az utolsó szó, és van remény belőle, van fény az egésznek a végén, akkor talán meg lehet jobban érteni, hogy miért van annyi örömmel teli ez az ünnep, és miért mondjuk rá, hogy tényleg a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek, vagy akár, hogy miért kell rá ennyire felkészülni. Mert hogy a húsvétre ugye a nagybőti időszakkal készülünk, aminek a kezdete, az, vagy a kezdetében, úgy tetszik, vannak eltérések. A római katolikus egyház a hamvazó szerdától számítja, tehát ez a húsvét előtti 7 héttel kezdődik egyébként, és azon a szerdán indul a nagybőjt az ő számukra. A keleti egyház még 2 nappal visszamegy, azért, hogy pontosan kijöjjön a 40 nap, mert hogy 40 napos a bőjti időszak, aminek pedig a magyarázata az, hogy a zsidó nép mielőtt a kivonulást, ami ugye a pászka ünnep, mielőtt a kivonulás megtörtént, előtte 40 éven keresztül bolyongott a pusztában, mire az egésznek a végén azt a bizonyos ígéret földjét elérték. Ennek emlékére, vagy akár annak emlékére, hogy a keresztény hagyomány és a leírások szerint Krisztus 40 napon keresztül böjtölt, mielőtt a nyilvános működését elkezdte, így maradt meg a mi hagyományunkban, hogy 40 napos a böjti időszak. Ennek a számításában van egy kis eltérés a római és a görög katolikus egyház között. Ez nem egy olyan óriási eltérés egyébként, mert 2 napról van összesen szó. Tehát mi azon a bizonyos héten, a hétfőn,
kezdjük a nagy böjtöt, amit tiszta hétfőnek nevezünk így, ami egyébként egy szigorú böjti nap, ami akár, hogyha belemegyünk a részleteibe, akkor azt jelenti, hogy ezen a napon semmiféle állati eredetű ételt nem veszünk magunkhoz, tehát tejterméket sem például, akkor ez akár mondjuk, ha gyerekeknek beszélünk róla, akkor így még el is kell külön mondani, hogy akkor mit lehet. Hogy ha hús elmarad, azt még nagyjából be is látja elég sok mindenki, hogy hogyan lehet mégis megoldani. De nagyon sok mindennel meg lehet kiválóan oldani, hogy állati eredeltől, állati eredetű ételtől mentes legyen ez a bizonyos tiszta hétfő, ami szigorú böjti nap még egyszer. Az utána következő időben nekünk görögkatolikusoknak sajátos szertartásaink vannak. Tehát a keleti egyházban ez rendkívül fontos, hogy a nagyböjti időszak annyira a felkészülésről, annyira a Krisztus szenvedésében való elmélyülésről szól, hogy ebben az időszakban az egyébként örömmel teli szent liturgiát is a hétköznapokon nem ünnepeljük, hanem a hétköznapokon, szerdán és pénteken egy sajátos, gyönyörű szertartásunk van, az előre megszentelt áldozatoknak a liturgiája, ami azt jelenti, hogy a vasárnap végzett liturgián rakunk el részecskéket, átváltoztatjuk a Krisztus testét, ugye igazából. Ebből rakunk el a tabernákulumba, a szentségtartóba, és szerdán és pénteken igazából lehet azt mondani, hogy ez egy ünnepélyes vecsernye az előre megszentelt áldozatok liturgiája, amiben áldoztatás is van, tehát lehet mégis részesülni az eukarisztiában, Krisztus testében és vérében, csak nem azon az ünnepélyes módon, ahogy egy vasárnapi, vagy ha úgy tetszik, egy megszokott liturgián ezzel szoktunk találkozni a keleti egyházban. A nagyböjt időszaka 6 héten keresztül tart így nekünk. A lezárásakor igazából gyönyörű szertartásunk, vagy ott egy kicsit, ha úgy tetszik, van egy kis feloldás a Lázár szombaton, amikor ugye arra emlékezünk, hogy Jézus Lázárt, a 4 napos halottat előhívja a sírból, és ahogy ezt az énekeinkben is megénekeljük, ekkor már egy kicsit a saját föltámadásának is valami előjelét csillantotta meg igazából. A következő nap pedig a virágvasárnap, aminek az ünnepélyessége szintén egy kicsit kiemel minket a nagyböjtből, amikor ugye azt ünnepeljük, hogy Krisztus hogyan vonult be Jeruzsálembe, hogyan fogadták ott ők, a zsidó gyermekek, és hogyan fogadta egyébként az egész zsidó nép. És hát bár egy örömmel teli nap, igazából lehet úgy nevezni, hogy a félreértések ünnepe, mert ugye mindenki úgy tekint rá, és azt kiáltják felé, hogy Hozsánna, áldott ki az Úr nevében jöjj, Dávid király, ennek az utódját látják benne, aki majd helyre fogja állítani a zsidóságnak a sorsát, és végre kiűzi a római birodalomnak az ottani helytartóit és a hadseregét. Krisztus pedig már közben tudja, hogy ugyanez a nép, aki most Hozsannát kiált, egy pár nap múlva feszítsd meg őt, fog kiáltani. Így vonul be, és a leírások szerint ilyen sírva a lelkében, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni a fiaidat, mint a tyúk összegyűjti a csibéit, és nem engedtétek is, és nem ismeritek fel a megbántásatoknak az idejét. És amikor túl vagyunk ezen az örömen, ezen az eufórián, akkor megkezdődik a nagy hét, ami már teljesen arra készíti fel a lelkünket, hogy a végén az a nagy misztérium fog megtörténni, hogy az Isten fia az életét adja sokakért a mi bűneinkért, azért, hogy nekünk igazán életünk lehessen. És az első 3 napján az előszenteltek liturgiáját végezzük a nagy hétnek, aztán csütörtökön megkezdődnek a nagy gyönyörű szertartások. Amivel kapcsolatban én azt mindenképpen szeretem elmondani, tehát ha azt mondjuk, hogy az ünnepnek a nagysága, mintha nem lenne olyan egyértelmű mindenkinek, akkor én ehhez hozzáteszem, hogy lehet, hogy azért, mert nem készülünk fel rá eléggé. Ha valaki a szertartásainkat végig éli, végig imádkozza velünk, akár a nagy böjtben, akár a nagy héten, akkor az valami mást fog érezni az egésznek, az öröméből is. De hagyj térjek vissza a nagy csütörtökre, hogy
Amikor ugye az első szertartásunk egy nagy gyönyörű szertartás, az utolsó vacsorának az emlékünnepe, a végén a lábmosással, ahogy ezt Krisztus maga is megtette, hogy az eukarisztia megalapításának az ünnepe, a napja, illetve amikor Krisztus szolgává teszi magát, és az apostolok lábát megmossa, a legalantasabb szolgai munkát végzi el az apostoloknak, megmutatva, hogy amit ő tesz mesterként, azt kell majd nekik is, nekünk egyházként ebben a világban megtennünk. Majd este az úgynevezett kínszenvedési evangéliumok felolvasása következik, ahol pontról pontra végig megyünk Krisztus kínszenvedésén, a főpapi imájától kezdve, az eláruláson, a megtagadáson keresztül, a megostorozásig és a keresztre feszítésig és a sírba tételig. Pénteken délelőtt egy egyszerűbb, az úgynevezett királyi imaórák vannak, délután egy újabb gyönyörű szertartása, a sírbatételnek a szertartása történik, amikor nálunk görögöknél ugye nem szobrot használunk, hanem egy vászonra festett ikonról beszélünk, amiben Krisztusnak a holt teste van megfestve, az úgynevezett plastjenica. Ezt visszük először körbe a templomon, egy körmenetnek a keretében, az egész nép jön velünk utánunk, majd itt például gyönyörűen végezzük Nyíregyházán, hogy megállva a bejáratnál, amikor visszajelünk a körmenetről, ezt a plastjenicát felemeljük magasabbra, és akik a templomba újra visszavonulnak, alatta, a fejüket meghajtva egyébként az alázatnak a jelként, vonulnak be a templomba, és amikor már mindenki megvan, akkor megyünk be ezzel a síri lepellel, és helyezzük el a szépen elkészített sírba, szent sírba, Krisztusnak a holttestét. És ha valaki ezt velünk végig szenvedi, végig imádkozza, időben, lélekben, mindenféle szempontból, akkor érti meg, hogy Krisztus mit vállalt értünk, és akkor az egésznek a feloldásaként, ami húsvétkor történik, akkor érti meg, hogy miért lehet annak annyira örülni, hogy mégsem a sírban fekvő Krisztus az utolsó, amit látunk, hanem a föltámadott Krisztus, aki megmutatja, hogy Úr a halál fölött is, hogy az igazi nagy feloldás az az, hogy mindannyiunknak megvannak a problémái, a gondjai, mindegyikünknek megvan a nagy péntekje, mindegyikünknek megvan a nagy szombatja, a síri nyugvásnak az ideje. Nem ezért az utolsó szó. Olyan igazságtalannak tűnik, hogy keresztre feszítették és megölték azt, aki mindenkinek jót akar tenni. És kiderül, és sokszor felmerül bennünk, hogy akkor most a rossz az utolsó szó. És nem, Krisztus megmutatja, ezért nagy ünnep, ezért van tele örömmel, ezért a legnagyobb ünnep. De ha csak beleesünk, akár húsvét vasárnap, vagy csak a pászka szentelésen, nem biztos, hogy így fogjuk érteni. Mi lehet ennek az üzenete a ma élő ember számára, a mi hétköznapi életünkben? Hogyan tudjuk ezt leképezni, vagy mit jelenthet ez nekünk? Hogyan éljünk mi ahhoz, hogy ez a remény, ez ott legyen az életünk végén, és akár az öröm is egy élet végén. Komolyan kell venni az evangéliumot. Nagyon-nagyon fontos. Tehát tényleg, ha arra tesszük rá az életünket, soha nem fogunk csalódni. És gondunk, bajunk mindegyikünknek van az egészségével, a családjával, a munkahelyével, végtelenségig tudnánk mondani. Amikor tényleg sokszor úgy tűnik, mintha a sötétség és a rossz él lenne az utolsó szó. De nem, ebben mindig bízhatunk és biztosak lehetünk, hogy az isteni, a világosságé és a jóé lesz az utolsó szó, csak ebben hinnünk kell. Főelnök úr, köszönjük szépen, hogy jelen volt ma a műsorunkban, és mindezekről beszélt nekünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ideális volt a téli időjárás az ősszel elvetett kalászosok számára, éppen ezért jó termésre számítanak a gazdák. A termelők egyvalami miatt aggódnak, hogy tudják-e hol tárolni terményeiket nyártól. Augusztinyi András, a gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetője elmondta, a tavaly tömegesen ideáramló ukrán gabona miatt tele vannak a raktárak. Szerinte egyre sürgetőbb a kormány közbejárása az ügyben. Időközben pedig a burgonya ültetése is kezdetét vette, a gazdálkodók a tavainál jobb idényben bíznak.
A növekvő őszi búzának is meg kellett küzdenie a viharos erejű széllel a hét közepén gyulatanyán. Az ezúttal korábban elvetett kalászosok szépen fejlődnek a földeken, főleg annak köszönhetően, hogy nem volt extrém hideg a tél, és csapadékból is volt elég október óta. A kalászosok leért a repcére, az időjárás tavaly jó volt, mivel szeptembertől egészen mostanában 300 mm csapadék volt télen. Az elmúlt egy-másfél hétben itt Gyulatanyán volt 28 mm, tehát az állomány szép, növények fejlettek, csak így ez az időjárás, ez most nagyon cudar. Annyit tudok elmondani, hogy ha nem jön semmi közben valami brutális időjárás, tehát a kalászosból jó termésre lehet számítani, ez a pozitívum, a negatív sajnos az, hogy egyre jobban halljuk, hogy megy lefelé a terményeknek az ára. Az ország legjelentősebb kalászos vetőmag előállítójának területi képviselője is megtekintette a cég Gyulatanyán elültetett őszi búza és az árpa hibrid fajtáit. Szentesi László is úgy látja, hogy jók a kilátások, azt viszont csak remélni tudják, hogy a tavaszi vetésű kalászosoknak idén nem kell vízhiánnyal küzdeniük. Több árpa hibridünket és több búzafajtánkat hoztunk ide 10 hektáros nagyságrendbe az Agusztinyi Andráshoz kísérletre, elvetésre. András nagy tapasztalatokkal rendelkezik a kísérletezésbe. Ez a telep egy nagyon jó helyen van, nagyon jó területtel rendelkezik, és jó eredmények szoktak születni, kukorica, napraforgó hibrideinket is szoktuk itt tesztelni. Most ami mögöttem van, ezek búza fajtái a Syngentának és árpa hibridei. A Syngenta egy multicég a világban, a legnagyobb kalászos vetőmag előállító cég. 124 országban vannak jelen kalászosaink, 25 kísérleti nemesítő teleppel rendelkezünk, és számtalan 300 genetikai fajtával vagyunk jelen a világban. Magyarországon 6 búzafajtánk van, ami köztermesztésben van, és 3 árpa hibridünk. A fajtáink közül talán a Falládó nevű fajtát emelném ki. Itt Szabolcs-Szakmár-Bereg megyében is a legnagyobb területen vetett, a legjobban felkapott fajtánk. Magas termőképességgel rendelkezik, és nagyon jó alkalmazkodó képességgel, ami ide a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei heterogén talajokra kell. Árpa hibridünk pedig egyedülálló az országban, tehát hibriddel, árpa hibriddel nem sok cég foglalkozik, inkább fajták vannak. A hibrideink sajátossága szintén a magas termőképesség, és a hibridizációnak köszönhetően jó alkalmazkodó képesség a szélsőséges talajokhoz, a vetésidőhöz és a heterogén talajokhoz. Tavaly a szélsőséges időjárásról tudtunk beszélni, ugyebár nagyon nagy volt az asszály. Idén mire lehet számítani, illetve mi kellene ahhoz, hogy ezek a kalászosok minél jobb minőséget érjenek el? Az látszik, hogy jobban indul a tavaszunk, mint a tavalyi évben. Több a feltöltő csapadék a talajba, tehát több eső esett az ősz és a tél a tavasz kezdete folyamán. Ez egy jó indulás, tehát látszik, hogy a növények is most megfelelő kondícióban vannak. Itt is megtörténtek a fejtrágyázások Andrásnál, tehát van miből induljanak a növények. A tavaszi vetésekhez is ez a talajállapot, ez a nedvesség állapot most megfelelő, tehát valószínűleg a kukorica, a napraforgó vetései is jó állapotba fognak elindulni. Abba kell bíznunk, hogy nem a tavaly év következik be, hogy vetés után elfogy a csapadék. Bár a termés jó lehet, a gazdák attól tartanak, a felvásárlási ára várhatóan igencsak alacsony lesz az őszi búzának és az árpának. Ehhez pedig nagyban hozzájárul a tavalyi évben tömegesen importált ukrán gabona, ami miatt szinte nem maradt hely a magyar termény számára. Elég nagy probléma lesz, mivel ugye a raktárak tele vannak még ugye a tavalyi terményekkel, a gazdák ugye nem adták el bízván a jobb árakba, illetve hogy többet fognak kapni. Sajnos ez nem következett be, nem, hogy többet nem kapnak ért, hanem még jóval-jóval kevesebbet, de ennél még a rosszabb az, hogy nincsen semmi mozgása ezen a területen. A raktárak tele vannak áruval, és 3 hónap is lassan itt az árparratás. Agusztinyi András hozzátette, szinte valamennyi gabonatermelő bízik benne, hogy a kormány idejében lép az ukrán gabona ügyében, és lesz hol tárolni a hazai terményt a június végi, július elejé betakarítás után. Kalászos után krumpli.
A Babona szerint április 12-én Gyula napján érdemes elkezdeni a burgonya ültetését. Idén erre hamarabb sor került a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Az erre szánt területek több mint háromnegyedén már a földben van a vetőkrumpli. Ezekben a napokban a szeszélyes időjárás akadályozza meg azt, hogy befejezzék a munkát. Soha nem ültettük még ilyen korán, tehát március közepén, sajnos most ez az időjárás egyáltalán nem fogja kegyeibe a burgonyát, mivel nagyon hideg van, ugye múlt héten is mínusz 5-6 fok volt, ma reggel is mínusz 1 fok volt. Hát 48 fajta burgonya van most per pillanat, de még fogunk kapni, úgy, amit ugye a héten, jövő héten szeretnénk elültetni. Hát a burgonyára visszatérve, ugye tavaly, hogy olyan jó ára volt, most valamelyest talán azt mondják a kereskedők is, hogy többen, de csak a kicsik, tehát a nagyok azok nem fognak már visszatérni, mivel ugye a gépek azok már régen tönkrementek, amikor abba hagyták ugyanak idén. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszünk a burgonyáról, hogy ebben az évben mit fog produkálni. Tavaly hatalmas kárt okozott a történelmi aszályos nyár és a hatalmas légköri meleg a burgonya ültetvényeken. Augusztinyi András azt mondta, a hektáronkénti 45-50 tonna helyett az előző szezonban a 30 tonnát sem érte el a terméshozam. A gazdálkodók abban bíznak, hogy idén kedvezőbb lesz az időjárás, de készülnek arra is, hogy a tavalyihoz hasonlóan kevés csapadék éri a földeket. Voltak olyan fajták, amik tényleg úgy jó hozták, de voltak, amik nagyon-nagyon gyengén, sőt mondhatni, szinte kritikán aluli. Hát sajnos ilyen az időjárás, tápanyag utánpótlással nincs gond, úgyhogy egyedül még abban tudunk csak bízni, hogy nem lesz olyan iszonyatos kánikula. Bár a Luca naptár szerint azt mondják, hogy még április, május még úgy, hogy csapadékos lesz, de a június, július, augusztusban megint csapadék szegény mondani. Tehát nyilván nem tudják megmondani, hogy mennyi, de megint azt jósolták. Hát mi abban reménykedünk, hogy megközelítőleg sem lesz olyan, mert hogyha egy olyan csapadékszegény év lesz az idei, mint a tavalyát, akkor az nagyon-nagyon rossz lesz. Kicsiknek, nagyoknak, minden gazdálkodónak, termőnek. Tavaly Magyarországon 144 ezer tonna étkezési burgonyát takarítottak be, miközben az éves fogyasztás meghaladja a 200 ezer tonnát, a szükséglet harmadát éppen ezért jelenleg behozatal fedezi. A belföldi burgonya ültetvények csak nem 90%-át öntözik, csapadékpótlás nélkül ugyanis a térségre jellemző homokos talajon nem is lehetne már gazdálkodni, mert a burgonya rosszul viseli a meleget és az aszályt. Néhány nappal ezelőtt ülésezett a Régiók Európai Bizottsága, Természeti Erőforrások Szakbizottsága Brüsszelben. Az eseményen élénk vita alakult ki egy ír tagállami törvényről, amely előírja a kötelező egészségügyi figyelmeztetéseket tartalmazó címkék elhelyezését a szeszes italokon. Az ilyen figyelmeztető jelzések ellen, különösen a borok vonatkozásában több ország megyei képviselője is felszólalt. Így tett Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke is, aki vendégünk most a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Picit kezdjük talán ennek az egésznek a hátteréről. Mi indította az íreket arra, hogy egy ilyet kezdeményezzenek? Hát nyilván az írországi tagállami szabályozás elindokolja az alkoholizmus, vagy az alkohol túlzott fogyasztása jelenti az ír pubokban, ír kocsmákban. A Guinness-t és a whiskyt ők valószínűleg egy mértéktelenül és nagy mértékben fogyasztják, és ez vezethette a belső tagállami szabályozást, ami nyilván nagyon helyes. Mármint a törekvés. És tudunk azonosulni, hiszen és akár, hasonló cipőben jár Magyarország így van, is. És akár tudunk is vele azonosulni, viszont ezt kiterjeszteni a borra, az azt gondolom, hogy meglehetősen erős aránytévesztés. Tehát kérdezzük el a tradicionális magyar boros palackokon is azt a szabályozást, amit a dohánytermékeken látunk, hogy életveszélyes, és nem tudom én, halált okozhat. És a fotók így van, így van, mondjuk egy tokai aszun lelki szemeink előtt, mikor tudjuk, vagy azt gondoljuk, és ez szerintem helyes percepció, hogy a mértékletes borfogyasztás az a kultúra része lehet, egy ebéd után desszertként elfogyasztani egy tokai aszút, az semmiféleképpen sem okozhat halált, sőt, hát másfajta problémákat sem. Ezek szerint az ellen nincs kifogásuk, hogy az égetett szeszes italokon szerepeljen ilyen figyelmeztetés. Így van, de ezt is egész Európára kellene akkor érvényesíteni, hiszen egy belső piaci szabályozás, illetve egy tagországi belső szabályozás az sérti az egységes belső piacot. Tehát hasonló a logikája, mint ami alapján egyébként Magyarországot támadják a gyermekvédelmi törvény miatt. Tehát ez a belső piaci logika, itt ez a televíziós műsorokban tiltjuk a
olyan tartalmaknak a sugárzását, ami más országokban megengedett, akkor ez sérti a belső piacot. És ha Írország ezt önkényesen bevezeti egész Európára kiterjedő szabályozás nélkül, akkor ez ugyan csak sérti a belső piacot. És a déli országoknak ez is volt egyébként a felszólásának az oka, a kulturált borfogyasztás védelme mellett, hogy ez ugyancsak belső piaci szabályokat sért. És egyúttal azt is jelenti, hogy Írországba exportálni az egy külön macera. Nehéz lenne, így van, olasz bort exportálni, vagy akár nekünk is a tokaival. Ugye mediterrán országok szólaltak fel elsőbben ez ellen, én vagyok talán az egyedüli kivétel, de hát mi ennek a határán vagyunk, a mediterrán világnak és a északi világnak határán vagyunk. Mi vagyunk tradicionálisan, hagyományosan bortermelő vidék Észak-Európa felé haladva, és ugyancsak ez nekünk is fontos lehet nyilván a bortermelőink érdekében, hogy ha már az alkoholfogyasztásról beszélünk, akkor inkább a bort erősítsük a kultúra részeként, és a kultúrát alkoholfogyasztás részeként a bor szerepét erősítsük az étkezési kultúra részeként is. Hamarosan lesz egy második forduló is, erről én úgy tudom. Mi az, ami történni fog, vagy várható ezen a második ülésen? Hogyan próbálják képviselni ezeket hát, ugye az érdekeket? Ez már a plenáris ülésen lesz, a plenáris ülésen is meg kell védenünk ezt a nézetünket, amit a bizottsági ülésen meg tudtunk védeni, hogy az írek fejezzék be ezt a belső piacot torzító magatartásukat, és hát valószínű, hogy az Európai Bíróságon fog kijutni a Magyar Gyermekvédelmi Törvényhez hasonlóan ez a jogszabály is, ez a belső jogszabály a Írországnak. Tehát látszik, hogy mondjuk egy kötelezettség, szegési eljárás, és aztán bírósági döntéshozatal nem egyedüli Magyarország esetében, hanem vannak ilyen tagállami törekvések is, ami a tagállami logikából következhet egyébként, de sérthet más fogyasztókat, más országokat, és hát azt gondolom, és ezt mondtam el a vitában, hogyha ez valóban a fogyasztók tájékoztatása a célja ennek a közleménynek, vagy ennek a feliratozásnak, ennek az etiketnek, akkor azt is rá kell írni ezzel a logikával, hogy egyébként a bornak milyen jó hatásai vannak, antioxidáns tartalma miatt, ez felmérések, kutatások is igazolják, hogy kismértékben segíti az életet is, sőt, meghosszabbítja az életet. Vannak ilyen felmérések olasz szigeteken, vagy görög szigeteken, Olaszországban, hogy a vörös bort, főleg vörös bort fogyasztanak mértékletesen, ott hosszabb ideig élnek az emberek. Ugye az érek egyik fő érve az, hogy a dohánytermékeken is szerepelnek ilyen figyelmeztető, vagy akár elrettentő fotók is, és ők erre hivatkozva akarják ezt bevezetni. Ugyanakkor az ellentábor azt mondja, hogy nem szűnt meg a dohányzás ennek hatására, de egyáltalán készült-e ilyen hatástanulmány vajon? Hát csökkent a dohányzás, én úgy tudom, Európa számos országában, remélhetőleg, és ez igaz Magyarországra is, hogy a feliratozás hatására, vagy pedig annak hatására, hogy a fiatalabbak körében nem vált a szokássá, vagy nem vált a kultúra részévé, hogyha lehet így mondani, a dohányzás, vagy inkább kinézik, remélem, inkább kinézik azokat, akik dohányoznak, de ebben mondjuk ebben az is van, hogy nyilván sajnán nem lehet Magyarországot drasztikusan nem lehet dohányozni. Más Európa országokban még lehet vendéglőbe kijelölt helyeken, nálunk már a munkahelyeken sem lehet dohányozni, tehát lehetséges, hogy ez jobban hozzájárult velük, mint a feliratozás. Ez egy érdekes tanulmány vagy felmérés célja lehetne, hogy miért is csökkent a dohányzás. Nekem azt gondolom, meggyőződésem, hogy az, hogy a munkahelyeken, közfogyasztási helyeken, tehát éttermekben megszüntettük a dohányzás lehetőségét, az jobban hozzájárult a dohányzás csökkenéséhez. Lehet, hogy érdemes lenne inkább ebben az irányban gondolkodni az alkoholizmus tekintetében is? Az összes kocsma bezárna Nyíregyházán. nem erre gondolok, igen. Nyilván, tehát nem arról van szó, igen, hogy kocsmákat bezárni, igen, de hogy valamilyen, tehát talán egy kicsit túl elfogadó, túl toleráns a társadalmunk az alkoholfogyasztás. Ez így igaz. Tehát alkohol ellenes reklámokra nyilván szükség van, szemléletformálás is szükség van, de ugye láttuk az Egyesült Államok próbálkozását a 30-as években, ami totális káoszhoz és a bűnözés elrabolását jelentett, hogy az alkohol tilalom esetén. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy a kultúra része lehet akár még a pálinka fogyasztás is megfelelő mértékkel. Tehát az arany középút, tehát ajánlanám minden esetben. És hát a borra pedig ráadásul nem is igaz, amit rá
akarnak írratni, vagy írni, mert az igenis vannak jó hatásai. Ha mellékhatásokról beszélünk, akkor vannak olyan hatásai is, amelyek valóban a stressztűrő képességet növelik, az antioxidáns tartalma révén meghosszabbítja az életet, tehát akkor ezt is kell, el kellene írni, és akkor nem lenne másról a boros címke, mint egy újság hasonló tájékoztató programról, és akkor ez teljesen lehetetlenné tenni mondjuk a bortermelést. És hát Magyarországon, hála Istennek, az utóbbi 30 évben nagyon nagy mértékben fejlődött a borkultúra, egyre inkább az alkoholfogyasztáson belül növekedett a bornak a szerepe, ez meg mindenki véleképpen üdvözlendő. Tehát lehetséges, benne akarok döntőbíró lenni, hogy égeszes italokon, vagy akár sörös dobozokon is ez a figyelmeztetés indokolt lehet. Bornál ez szerintem indokolatlan, a kultúra ellen hat, illetve hogyha már kiterjesztjük a borra is, akkor így írjuk el, hogy egyébként milyen hatásai vannak a bornak teljes körülön. Milyen pozitív élettani hatásai vannak, így van. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy erről beszámolt nekünk. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy a plenáris ülésen is meg tudjuk vívni ezt a csatát. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra.